Kerékcsere a virtuális világban. Az általános iskolás diákok akár ilyen módon is megismerhették az autószerelő szakmát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kamionjában. Ezen kívül még a vendéglátó és az építőiparban próbálhatták ki magukat a tanulók, valamint a szabásvarrás technikáját is elsajátíthatták a VR szemüvegeken keresztül. Én az autószerelő szakmát választottam. Szerintem az egyik legérdekesebb szakma, ami nagyon érdekelheti az embereket, hogy mit csinálnak az autójukkal. A kamionos roadshow hétfőn Kisvárdán kezdődött, kedden Máté Szalkán folytatódott, szerdán pedig Tiszalökre érkezett. A településeken az illetékes szakképzési centrumok is bemutatták az intézményeiket. Az iparkamara pályaorientációs munkája egész évben tart. Fő célcsoportja az általános iskolás 7-es és 8-os diákok, illetve az általános gimnáziumokban tanulók, akik még szakmaválasztás előtt állnak. A nagyobb rendezvényeinken, mint kamionos roadshow, a naponta több száz gyereket mozgatunk meg. A márciusi időszakban Kisvárdán, Mátészalkán és Tiszalökön napi 200 gyereknek tudtunk rendezvényt biztosítani. Szakképzésre általában azok jelentkeznek, akiket nem vettek fel gimnáziumba, és a kompetenciáik is valamilyen szinten hiányosak, mondta a Mátészalkai Szakképzési Centrum vezetője. Az intézmények és az iparkamara feladata is az, hogy ezen a gyakorlaton változtassanak. Jó tanuló diákokból lehet ugyanis jó szakember az iskola befejezése után. Először szociális kompetenciákat fejlesztünk, öltöz fel rendesen, posakodj rendesen, beszélj rendesen. A következő kompetenciafejlesztés, hogy írj helyesen, beszélj helyesen, és ezután következhet csak a szakmatanítás. Rengeteg idő elmegy rá. Én azt látom, hogy az elkövetkező években azokat a lehetőségeket, amelyek ezt a területet akár pályázatok, akár más projektek kapcsán erősíteni kívánják, ezeket beépítve a kerettantervbe, ki tudunk alakítani egy olyan működőképes rendszert, hogy ezeket a hiányokat tudjuk majd kompenzálni. Bár nekem az lenne az igazából legszerencsésebb, ha ezek már az általános iskolában megtörténnének, és a szakképzés valóban csak azzal foglalkozna, ami a dolga, hogy életképes, szakmán tudó, valóban szakembereket tudjunk képezni az alatt, az idő alatt, amíg ránk bízzák a gyerekeket. A kamionos roadshow tiszalöki állomását a Hot & Cold Term Kft. Biztosította. A vállalkozás már 3 éve aktív tagja a duális képzésnek. Céljuk, hogy helyben neveljék ki a megfelelő szakembereket. Jelenleg több mint 130 diáknak biztosítják a gyakorlati képzést. Vannak sikertörténetek. Egy európai kiállításon és rendezvényen vettem részt a tavalyi év folyamán, egy felnőtt esti tagozatos hallgatónkkal a úgynevezett életfogytiktartó tanulás volt a fő célpont. Sikerült bejutnunk első 3 helyezett közé. Nyilván az első helyet jutalmazták, úgymond kiemeltem, viszont én nagy sikernek könyvelem el ezt, hogy ott részt vettünk mi is ezen a szakmai rendezvényen, ahol Európa különböző országaiból voltak hasonló kaliberű tanulók és szakiskoláknak a képviselői. A pályaorientációs napok célja, hogy a diákok valós képet kapjanak a szakmák jelenlegi felépítéséről. Ezek ugyanis sokat változtak az elmúlt évek alatt. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az általános iskolás gyerekeknek megmutassuk a szakmákat. Sajnos mostanában még az él a szülőkben is, a gyerekekben is, amit régen láttak egy-egy szakmáról, és feltétlenül fontosnak tartjuk megmutatni azt, hogy ezek a szakmák mennyire megváltoztak az elmúlt időszakban. Különböző tevékenységeket végzünk pályaorientáció keretében, szülői értekezletre megyünk, a gyerekeket tájékoztatjuk a szakmaválasztásnak a lehetőségeiről, felhívjuk a hiány szakmákra a figyelmet, a tanulmányi ösztöndíjra, a tanulószerződésnek a rendszerére a figyelmüket, hogy mi az, amit egy-egy szakmaválasztásnál figyelembe vehetnek. Ezen kívül nagyon fontos az üzemlátogatásoknak a szervezése. A pályaorientációs tevékenység során az iparkamara egyszerre próbálja megszólítani az oktatási intézményeket, a vállalkozókat, a diákokat és a szülőket is. A 2019-es évben utóbbira helyeznek még nagyobb hangsúlyt a tanácsadók.